túl az, hogy megköszönjük, hogy ilyen erős sajtójelenlétet generált a problémák, hogy akkor természetesen kérdez felelek, és hát olyan szívesen válaszolunk kérdésekre. Csak érdeklődnék, ugye beszéltünk a biofűről, de hogy a kristálynak, zenének milyen hatásmechanizmusa van, tehát hogy az mennyiben tér el a biofűtől? Bármelyikünk. Hát ez alapvetően injekciós formában, tehát intravénásan használják. A hatásban az a, tehát ott is elég gyors a hatás, mondjuk nem 20 perc, hanem egy-két óra. Hogyha már valaki függő, akkor már ez lemegy egy-két órára, vagy akár egy óra alá is megy a hatás. És ott inkább egy stimuláns hatással találkozunk, tehát hogy amfetaminhoz vagy a kokainhoz hasonlítják azok, akik használtak ilyen szereket. És ott is nagyon gyorsan kialakul a függőség, de ott a kezdeti időszakban vannak pozitív élmények, tehát akár néhány hónapon keresztül is. És amikor a függőség kialakul, akkor van az, hogy mondjuk ilyen napi 10-15-szer is szúrnak, tehát a hatás tartam lecsökken, és ezért kell, ugye megjelennek az elvonási tünetek. Nagyon sok, attól függ, hogy milyen szer, tehát hogy a kristály milyen molekulát akar, attól függ, hogy mennyire jelennek meg mondjuk paranoid tünetek, vagy halucinációk, vagy volt ez a vetközös drog. Hát tulajdonképpen ott is egy halucinációról van szó, amikor azt érezték, hogy a bőrükben férgek mászkálnak, vagy ilyen giliszták mászkálnak, és akkor ezt azért dobálták le a ruhájukat, hogy ezektől a férgektől megszabaduljanak, amik a bőrükben vannak. Tehát ez is egy ilyen halucináció, egy nagyon speciális, ilyen taktilisnak nevezett halucináció. Tehát ott inkább ezek jellemzők. Meg hát ugye a paranoiditás, hogy figyelik, követik, beszélnek róla a háta mögött, nézik az utcán, és akkor emiatt sokszor agresszíve válnak. Két érdekességgel egészíteném még ki. Az egyik az a mefedron robbanás követő, amikor betiltotta a kormányzat a mefedront, amiben egyébként 4-6 grammot szúrtak az injekciószerre használók, akik nálunk a tűcselepróban megfordultak. Utána nagyjából decemberben ugye betiltották, december 31-ével, és akkor január-februárban jelentek meg az első annyira kész emberek, amilyet még nem láttunk előtte, holott azt gondoltuk, hogy a mefedronnál már túltoltuk ezt az állapotot. Amikor próbáltuk megkérdezni őket, hogy mit használnak, akkor elmondták, hogy MP3-at, meg MP4-et, ami nagyon megnehezíti a beazonosítását a szernek, hiszen mind a kettő egy fájlformátum, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy amúgy, hát figyelj, nem szúrják kevesebbet ebből. Nagyjából fél év telt el, mire világosra vált, hogy valószínűleg MDPV-t használnak, amiből nem 4-6 grammot kellett volna szúrni, hanem a gyufafejnek a harmadát. De nem tudták egyébként, hogy a gyufafej harmada a megfelelő mennyiség, ezért elképesztő túladagolási hullám alakult ki. Tehát itt az új stimulások esetében is nagyon nagy kockázat, hogy tulajdonképpen szinte bármi felbukkanhat benne. A másik erős változás az, hogy a Speed néven ismert kábítószer mögött most már azért elsősorban nem amfetamin van, hanem valamilyen új stimuláns, ami látszik abban, hogy a használók lényegesen nagyobb mennyiséget használnak belőle, illetve alszanak és esznek is utána, ami azért nem az sajátja az amfetaminnak. Ja, hogy a 14, hogy azért lett 14-ben a rosszul lét hullám, mert akkor jelent meg csak az iskolában, vagy azért lett meg, mert épp letiltottak valamit, és ami egy következő lett, vagy... Szerintem addigra jutott oda az iskola, hogy most már nem lehet tovább takargatni, és hogyha heti rendszeressége jön a mentő az iskolához, akkor ezzel valamit kezdjünk. Az iskolák esetében van egy állandó félelem, hogy esetleg stigmatizálódik az iskola, kiderül, hogy kábítószereznek. Éppen ezért nagyon érdekes, hogy a klikhez tartozó iskolák nem bukkantak föl, vagy ha felbukkantak, akkor ők voltak azok, akik 45 percben szerették volna végleg lezárni ezt az ügyet. Míg az alapítványi iskolák azt mondták, hogy oké, kezdjük el egy ilyen előadással. Nem mondjuk, hogy egyből minden, de azért általában véve egy-egy nagyobb előadás sorozat elegendő volt ahhoz, hogy legalább beinduljon valami az iskolában. Az, hogy miért pont 14-ben volt a nagy rosszulét hullám, szerintem addigra robbant akkor át a szintetikus kannabinoid, hogy elért ezekbe az iskolákba, azért ennek a gram ára 500 forint. Tehát 500 forint, és viszonylag könnyen lehet a metró megállónál megszerezni ebben az időszakban, ami ilyen hirtelen robbanásszerű növekedést okoz. Ugye a marihuána piac az nagyon keresleti piac, tehát többen akarnak venni marihuánát, mint amennyien árulnak. Tehát nem annyira nagyon könnyű azért megvásárolni, bár biztos mindenkinek van jó vonal, aki veszi, de azért nem mennek oda hozzánk az utca, hogy akarsz a füvet venni. Ezzel szemben bizonyos szintereken, szintetikus kannabinoiddal oda mentek az emberhez, hogy akarsz egyébként ilyet venni, mert hogy legális vagy legálisnak tűnik, most már nagyobbik rész azért nem az. Bocsi, még egy dolog.
hogy a ti nem éreztek valami változást, főleg ilyen rendőrségi hozzáállás tekintetében, akkor volt évelején, most köszönöm meg, hogy mikor a két terhes nőnek az esete, akkor utána, hát most az nyilván ez nem egy nagyon normális ott, de mondjuk a poliszkontúr előtte körülbelül 0 darab UPS-t elfoglalás, meg bármilyen akcióról volt hír, és utána kb. Két naponta. Hát, igen. Ugye itt majd lesz egy ilyen diagram, infografika a sajtó, hogy abból lehet látni a lefoglalásoknak a robbanásszerű növekedését, mind mennyiségben, mind pedig alkalomban. Tehát mindenképpen van egy ilyen, tehát igazából a rendőrség munkában a lefoglalásokon nagyon pontosan lehet látni ezt a robbanást. Nekem akkor szűnt meg az amúgy sem túl erős bizalmi kapcsolatom a rendőrséggel, amikor az egyik ilyen kvázi zárt körű megbeszélésen a civil szervezetek képviselői voltak, elmondták, hogy tulajdonképpen a kábítószer probléma az 90%-ban Budapestre korlátozódik. Ekkor már tombolt a biofű a vidéken. Tehát az, hogy egyébként a rendőrségi munka meg a lefoglalások száma aránya az ilyen, az, én azt gondolom, hogy ez inkább a rendőrségi munkának a hatékonyságát, intenzitását mutatja sem, mint a valós helyzete. De abban nem érzenek változást, hogy ő keményebben odalépnének ennek a jelenségnek? Én nem látom, hogy keményebb rendőrségi odalépés lenne. Talán, meg hogy mondjam, tehát hogyha egyébként én mondjuk egy józsefvárosi cigány gyerek lennék, akkor valószínűleg keményebbnek érezném mondjuk az odalépés, hogyha elsírálok mondjuk itt éjszaka, de így fehér középosztálybeliként nem érzem ezt a nyomást. Tehát az, hogy a rendőrségnek a kalapácsa éppen kire és milyen módon sújt le, azért ez nem minden esetben a valós kábítószer problémának a helyzete. De nem tudom, én nem érzek. Bocsánat, igen? Kardos úr? Azt szeretném kérdezni, lehet, hogy elhangzott, ez a hat interjú alany, hogy ők mennyi ideig használtak, hogy átlagosan herbált, és hogy előtte volt-e másfajta szerhasználatuk, és hogy amikor áttértek a herbára, akkor megmaradt-e az egyéb szerhasználat, vagy teljesen a herbára kulatták? Tehát 2 és 6 év volt, amit használtak, tehát minimum 2 év volt, illetve 6 év, használtak más szereket is. Rendszeres használat, ezek inkább ilyen alkalmi használatok voltak, tehát hogy marihuanát is használtak, kokaint, amfetamint, tehát ezért is tudták összehasonlítani, hogy milyen a biofű, mert hogy használtak más szereket is, de más szerektől nem váltak, tehát ez nem volt rendszeres használat, és a biofű használattal az eltűnt, tehát akkor csak ez maradt. Én is látszok, azt szoktam kérdezni, hogy lehet segíteni ezekre az embereknek, különösen akkor, hogy ez nagyon roncsolja az énjüket, ez a szerhasználat. Igen, tehát hogy ez egy nagyon nehéz probléma. Tehát az interjú alanyok már egy rehabilitációs intézetben voltak, két rehabilitációs intézményben, de ott is nagyon nehezen tudnak segíteni, mert ezek a rehabilitációs intézmények alapvetően a heroinistákra álltak be, tehát ugye a 90-es évektől kezdve, és a személyzet is ugye nagyon sokszor felépült heroin használó, tehát hogy egészen másfajta életkorban vannak a személyzet tagjai, mint ezek a fiatalok, másfajta szerhasználói múlttal, hogy a heroin egészen másfajta élményeket jelent, tehát ott van egy ilyen, vagy volt a heroin használat kezdetén van egy ilyen társasági használat, meg vannak pozitív érzések, van egy heroinos identitás, tehát hogy teljesen másfajta mintázatról van szó, tehát nagyon nehezen tudnak ezekkel a fiatalokkal szót érteni, mert nagyon más nyelven beszélnek. Tehát, hogy a segítés lehetőség az, hogy ahogy a Feri is beszélt erről, hogy információkat adni, tehát nagyon keveset tudnak a fiatalok, amilyen felső tagozat vagy középiskolás fiatalok a használat, hogy mi ez a szer, tehát hogy ez a bio, ez mi már azt gondoljuk, hogy ez annyit beszélünk arról, hogy ez nem természetes, meg hogy ez mesterséges, de ez a bio még mindig behúzza fiatalokat, még mindig azt gondolják, hogy ez bio, és hogy ez egy természetes anyag, és hogy tulajdonképpen ez a fű. Tehát ugye Feri is mondta, hogy sokan nem tudják, hogy mi a marihuana, azt gondolják, hogy ez a marihuana. Tehát, hogy ez nem veszélyes, nem ártalmas, nem látják azt, hogy akár néhány hónap után is már milyen hatásokhoz vezet. Tehát, hogy az információ adásnak lenne értelme első körben, és aztán olyan programokat szervezni, ami már ilyen prevenciós program. Feri szintén egy ilyen tapasztalatot mondott el az előbb, hogy kettesből beszélgetünk, hogy egy vidéki településen azt javasolta a polgármesternek, hogy üljenek le
a rendőrség, a szociális munkások, az egészségügyi intézmények, tehát tulajdonképpen a kábítószerügyi éjesztető fórumot kellett feltalálni, tehát ugye már a 2000-es években megjelentek a kábítószerügyi éjesztető fórumok, tehát hogy ezek, hogyha működnének, akkor egy településen tudnák koordinálni a segítő munkát is, vagy akár meg a rendőrség munkáját is valamilyen szempontból, tehát ez is egy út lenne, tehát van egy csomó dolog, amit így újra kell felfedezni most, mondjuk a 90-es évek, vagy a 2000-es évek elejéhez képest. Igen, én annyi, hogy a filmben látott módon előállított biofüveknél igazából szintetikus kanabinoid tartalom sem nagyon van. De itt az nem látszik a film, hogy ráteszi ezt a szintetikus kanabinoidot, és utána fújja le ezekkel a különböző szerekkel. De egyébként a gyerek otthonban beszámoltak. Hát, hogy rátapadjon. Rátapadjon, és hogy... Abban van egy, tehát hogy az egy ilyen stimuláns hatású kis mennyiségben. Kis mennyiségben, tehát, hogy elősegíti a szintetikus kannabinoidnak a stimuláns hatását, tehát egy erősítő szer igazából. De ezt szokták más szerhez is adni, nagyon kis mennyiségben, tehát hogy van egy ilyen fokozó hatása, tehát egy ilyen stimuláns fokozó hatása. De ez veszélyes. Hát a mennyiség azért fontos, hogy... Hát külföldön is változó, tehát vannak olyan országok, ahol ez nem gyakorlatilag nincsen, tehát például Hollandiában ugye marihuana használat van, és ott nincs, vagy nem jellemző ez a biofű használat, de például Angliában vagy Írországban van. Írországot azért is mondom, mert Dublinban készült egy vizsgálat hasonló módszerrel, mint amiről mi is beszámoltunk, ezen a nemzetközi konferencián hangzott el az ő előadásuk, tehát ott van, és ott is herbának nevezik. És hát itt tulajdonképpen a környező országokban, mondjuk Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban is van, tehát jelen van ez a használati forma. Ugye azt nem tudjuk becsülni, hogy ezekben az országokban sem tudják megbecsülni, hogy milyen arányban, ahogy mi sem tudjuk megbecsülni, hogy Magyarországon ez milyen arányban van jelen, vagy hány százalék a középiskolásoknak, a felsősöknek hány százalékban használják. Csak egyet erre, meg amúgy jellemző-e a különböző barkács szerek megjelenése? Tehát például az, hogy az egyik gyerekotthonos beszámolóban volt az, hogy valaki például hipóba áztatta bele ezt a dohányt, és aztán ezt szívták el. Tehát, hogy vannak ilyen próbálkozások, vagy annyira valószínűleg a függőség okán, gondolom van egy ilyen drogészség, és akkor a sóvárgás kiváltja azt, hogy különböző teljesen barkás dolgok jelenjenek meg. Illetve a BB intézetekben egy nagyobb probléma volt az ott egyébként jelenlévő Rivotril hullámot, egy bizonyos időben fölváltotta a varázsdohány, ami azt jelenti, hogy dohányt küldtek be, de őt impregnálták valamilyen szintetikus kanabinoiddal, és hát a szolgálat nem tudta, hogy az emberek mitől vannak ennyire készen, mert hogy amúgy csak dohány ment be, de igazából szintetikus kanabinoid beáztatott dohány volt igazából. Hogy valami is, hogy fizikailag meddig lehet bírni azt, hogyha valaki ezt tartósan csinálja, tehát a személyiséget leépíti, de hogy a fizikailag mennyire? És mennyire évekről van szó, éves használatról, de ugye ők is beszámoltak arról, hogy nagyon sokszor kerültek, tehát voltak rosszul és kerültek sürgősségi osztályra, tehát mentőt kellett hívni és sürgősségi osztályra kerültek, és ez a rosszul lét hulláma az iskolákban ez is arra utal, hogy meg hát ezt lehet tudni az irodalomból is, hogy a túladagolásnak vannak olyan szomatikus tünetei, ami miatt sürgősségi osztályra került, tehát hogy ilyen vese, leállás történhet, májkárosodás, olyan szív, elégtelenség, ami akár halálhoz is vezethet. Ugye Magyarországon is voltak halálesetek szintetikus kannabinoidokból, és nemzetközileg is leírtak haláleseteket, tehát vannak olyan a szintetikus kannabinoidokon belül olyan vegyületcsoportok, amelyek kifejezetten erős szomatikus hatással bírnak, ami egészen odáig mehet, hogy haláleset történt. Tehát hiába kerül be már a sürgősségi osztályra, már olyan későn kerül be, hogy nem tudnak rajta segíteni. Tehát olyan májkárosodás alakul ki, ami már visszafordít valakilag. Hát ugyanúgy próbálják kezelni, mint a többit. Tehát, hogy nincs speciális
kezelés. Igazából, hogyha valaki függő, akkor ez így érthető, hogyha függőség, akkor azt úgy kell kezelni, mint bármilyen más függőséget. Itt igazából a kapcsolatba lépés, a bekerülés a probléma, hogy nem tud bekerülni, vagy nem tud kapcsolatba lépni, nem ismeri az intézményben dolgozók nem ismerik, hogy ez a kétféle nyelv, hogy másféle nyelvet beszélnek, inkább egy ilyen erőnös nyelvet, ami így nehezen érthető a fiatalok számára is, viszont tehát inkább ez a probléma. Hogyha már elindul egy tehát hogy pár hónapot kivírnak egy intézményben, mondjuk egy rehabon, akkor már a hagyományos kezelési formák azok működnek. És bocsánat, hogy ezért például Angliában van egy olyan speciálisan olyan drogklinika Londonban, ahol ezekkel az új pszichoaktív szer használókkal foglalkoznak, pont azért, mert hogy őket másképp kell megszólítani, másképp kell velük beszélni, másra érzékenyek, másra figyelnek fel, mondjuk egy honlapot is másképp kell számukra megtervezni, tehát hogy vannak ilyen speciális. Nem tudom, hogy Igen, én voltam. Köszönöm, Neuberger Esztendők az APCUK-tól. Igazából olvastam a Szécsi Juditnak a kutatását a hátrányos helyzetű településekről, és az érdekelne, hogy a vidéken a mostani designer drogrobbanás előtt mi volt a helyzet, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy egy ilyen üres, tehát drogtól nem fertőzött területek voltak ezek a kis hátrányos helyzetű települések, szegregátumok, viszont azzal, hogy ez olcsó, könnyen hozzáférhető, stb. Most ott tett, vagy előtte is volt azért? Drog volt. Mert hogy azért, hogyha amiben az alkoholt is idősülök, akkor azért a pálinka jelenléte, vagy az alkohol jelenléte az erős volt mindig. Azért nagyobb körutokat tettünk programokkal vidéken, és mondjuk, hogyha egy iskolában megkérdeztem azt, hogy egyébként ki az, aki használ már valamilyen kábítószert, akkor általában azért is szemlesütés volt, és lehetett látni, hogy van egy-két ember, aki érintett. Ezzel szemben most legutára voltak, akkor kórusban kiabáltak, hogy Herbál, Bio, Kristály. Tehát, hogy van egy elmozdulás ebben a tekintetben. Illetve ami nagyon fontos az, hogy ezt nem akarom senkihez kötni. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy valamennyire a józsefvárosi kábítószer probléma epicentruma ennek a robbanásnak. Tehát az, hogy egyébként a börtönökben felbukkan a szintetikus kannabinoid, és egyébként járnak emberek kibe börtönbe, én ebben látok valamilyen összefüggést, persze ezt vizsgálni kéne és mérni, de azt gondolom, hogy a vidéki drogrobbanás az nagyjából az utóbbi 3-4 évnek a remek műve, tehát előtte alapvetően nem gondolom, hogy ilyen szintű kábítószer használat biztos, hogy nem volt a vidéken, vagy én azt gondolom, kiderült volna, hogyha ez lett volna. Azért a kábítószer probléma a 2000-es évek első évtizedében azért elsősorban a fővárosnak volt a sajátja, és eltekintve mondjuk egy-két nagyobb várostól, mondjuk Pécs, Miskolc, Szeged, igazából Gyula mondjuk, ugye a határmenti heroin használat nem igazán volt szerintem jelentős. Ja, és még egyet, hogy sajnos magával húzza ez a fajta drogrobbanás a prostitúciót. Tehát ehhez a drogozáshoz bár olcsóbb, de mindenképpen szükség van pénzre. És azért itt ezekben a nyomor által sújtott részekben még nagyobbat robban. Tehát azért a szintetikus kannabinoid robbanásnak a mély nyomor azért egy nagyon-nagyon kemény meleg ágya, és hogy pont azokat az embereket érinti, akik egyébként távol vannak minden intézményrendszertől, sőt láthatatlanok. Igazából a körútnak a másik oldaláról nézve ez az oldala is láthatatlan, akkor mi van mondjuk Borsoddal vagy Zalával? Igen. A társadalmi megítélésével kapcsolatban is, tehát az, hogy korábban szembesülve beszéltek erről, most viszont mint a hivatkoznának, de ez azt jelenti, hogy elfogadott távált akár vidéken, vagy akár fővárosegyes hivatékben? Nem, szerintem robbant akkorát, hogy egyszerűen nincsen súlya. Tehát a bizonyos ponton túl azért az, hogy arról beszél valaki, hogy kábítószer használó, hogyha a falu jelentős része kábítószer használ az ő közösségében, akkor azért erről beszélni nem egy olyan nagy kaland. Tehát, hogyha mondjuk voltunk az egyik távoli pontján egy gyerekotthonban, ahol tulajdonképpen mindenki érintett volt. Tehát bárkivel beszélgettünk, minden gyerek úgy beszélt a biózás vagy a herbálozásról, mint hogyha az lapnak a szerves része lenne. Tehát egy halom olyan sráccal találkoztunk a 16-17 évesek között, akiknek az élet narratívájában már túl voltak a 3 éves kábítószer függőségen. Tehát már kijöttek belőle, és beszámoltak egy hónapos elvonási tünet együttesről, ami után egyébként most már ők stabilan állnak, és azt mondják, hogy nem fognak kábítószereket használni. 17 évesen ezen túl lenni az azt jelenti, hogy ez egy régóta húzódó folyamat. Sajnos.
Takács úr? Talán az MDMA esetében, nem akarok én válaszolni. Igen, tehát ugye ez fontos, hogy a reából nem voltak olyan hosszú ideje még, tehát hogy ezek az emlékek vagy élmények elég elevenek voltak. Nyilván az más, hogyha egy használóval beszélünk, vagy ugye a használó mindig ott van, hogy a szer hatása alatt van, vagy éppen elvonásban van, tehát hogy ez is befolyásolja, de valószínűleg egy alkalmi használónál más élményeket találunk. Az még érdekes, hogy azért itt, hogy tehát azok, akik mondjuk egy hosszú marihuána karrierre rendelkeznek, és mondjuk akár rekreációs formában, akár kevésbé mondjuk évek óta használnak marihuánát, ők azért nem fognak átállni a szintetikus kannabinoidra. Tehát azért elsősorban én azt gondolom, hogy azért ez az új beszállók esetében nagyon problémás, akik egyébként azt gondolják, hogy ez a szállatás, vagy nem tudom, hogy erre van a kutatás, hogy mennyien állnak át egyébként a fűről mondjuk szintetikus kannabinoidra. Igazából nem állnak át, hanem inkább az van, hogy nincs fű. Tehát, hogy azzal kezdik, ahogy te is mondtad az előbb, hogy szintetikus kannabinoiddal kezdik, mert nincs más, és nem is ismerik már a füvet. Vagy a fűként már a biofüvet ismerik. De akkor ez azt is jelenti, hogy egy új szervezeti minta van? Igen. Aminek semmi köze sincs a fű. Semmi köze nincs. Bocsánat, mégis kutatom. Igen? Hogy azt mondták, hogy ezek a interjúanyok hatan rehabilitációs intézetben voltak. Hogy ez publikus, ez budapesti vidéki, hol voltak ezek? Milyen intézetről van szó? Hát... budapesti. Mondjuk így. Budapesti. Igen, csak annyit, hogy egyébként az alkalmi használat, akár a kristály, akár a herbál esetében mennyire jelződő szerető, mert most nyilván nincsen nagyon exakt tudásom, de azt gondolom, hogy nagyon sok alkalmi heroin használó nincsen ott azért. De a többség az alkalmi. Nagyon csak lehet valami tudni ezeknek az arányairól. Én nem tudok, tehát mindenhol alkalmi használat, tehát valószínűleg itt is, csak valószínűleg elég kicsi az alkalmi használóknak a számú, mert nagyon hamar kialakul a toleranciát, akkor venni kell a dózisokat, és akkor ez meg azzal jár, hogy a függőség is gyorsan kialakul. Illetve az is lehet, hogy sok esetben aki nem tudja, hogy alkalmi használó, tehát ha valaki mondjuk speedet vásárol, és nem lép meglepődve, hogy ez a speedben egyébként ugyanaz a kristály lenne, mint amit kristály néven használnak, így nem tudja adott esetben, hogy egyébként ő alfa PVP-t használ. Tehát, hogy a designers-e robbanásnak a egyik legnagyobb probléma az, hogy az emberek fogalma sincs arról, hogy amúgy milyen szert használ. Tehát nem lepődnék meg, hogyha amúgy nem lenne amfetamin már egy új ideje a piacon, és hogy az emberek speedként teljesen más szert használnak, akár alkalomszerűen. De ugye a szerek kapcsolatos elvárásaink az így nagyon meghatározzák a hatást, és mondjuk akár a kristály szúrásának esetében, ha valaki nem tudja, hogy milyen hatást várjon, akkor nagyon sok esetben ilyen pararohamok jöhetnek, illetve hát extrém esetben itt a Józsefvárosi tűcseprogramát tapasztaltuk a kollektív halucinációnak a hónapokon áthúzódó jelenségét, hogy emberek kerestek a Földön csoportosan dolgokat. De mindenki látta, persze semmi nem volt ott, amikkel egyébként nem találkoztunk még ilyen kollektív halucinációkat, tehát az, hogy amúgy ki mit használ, és hogy mennyire alkalmi használó, ezt talán el sem lehet dönteni. Bocsánat, kicsit a kérdésre. Azt szeretném megkérdezni, hogy terjesztői hálózatban mit látunk, hogy kik terjesztik, hogy hogyan csatlakoznak emberek ehhez? Ezek magányos terjesztők, vagy van valami nagyobb szervezet formája ennek? Lehet ezt tudni? Keveset tudunk erről, szóval hogy vannak információk, hogy Budapestről terítik, ugye a posta viszi ki ezekre a településekre, és akkor hogy Budapestre hogy kerül, azt nem tudjuk, hogy itt különböző teóriák vannak, hogy közvetlenül Kínából, vagy ezek a budapesti dílerek valahogy a mélyweben keresztül veszik.
tehát online vásárolják, és akkor, de ugye az itteni terjesztés az már nem online történik, tehát az internet keresztül, hanem nem személyes kapcsolatokon keresztül. Tehát a helyi dealer az egy igazi dealer, és nem egy online shop. Igen, tehát mondjuk a józsefvárosi kábítószerpiac az mindig is egy zárt piac volt. Tehát innen az emberek nem mennek ki vásárolni, és ide az emberek nem jönnek bevásárolni. Tehát mindig is egy ilyen zártabb volt, meg azért itt elsősorban, ahogyan Jóska is mondta, webdealerekről van szó, tehát ha valaki egyébként beírja az internetbe azt, hogy szeretnék vásárolni szintetikus kannabinoidot, azért jó pár külföldi oldalon fog majd tudni böngészni, sok esetben bukós, isakos kínai férfiak egy gyáregységet mutatnak be. Tehát hogy azért ennek a piaca elsősorban az interneten van, és hát ez talán ez egy nagyon fontos momentum a designers robbanásnak, hogy egyébként ezek a szerek ugye fürdősóként kerültek be először, vagy növényvédőszerként, de ezeket senki nem tette növényre. Tehát nem úgy történt, hogy valaki észrevette, hogy a növény egyébként jobban nő, és akkor felszippantotta, hanem egyszerűen határon kell rá valamit mondani, és nem lehet azt mondani, hogy DVD lejátszó, mert nem úgy néz ki se az, hogy diszkópor, hanem akkor mit tudom én növényvédő, és akkor ezek így kerülnek be. De az, hogy az utcán a legvégén, szerintem is azt gondolom, a legvégső ember az ugyanúgy egy redistribútor, egy dealer, aki eladja azt, hogy közben, aki előállítja, az mennyire látja át a folyamatot, hogy ez is izgalmas lenne megkutatni, hogy egyébként az internet elérés az mennyiben segíti ezt. Tehát például a józsefvárosi alacsony társadalmi státuszú injekciószerhasználók nem rendelkeznek az interneten, mert nem férnek hozzá az internethez. De van olyan, aki majd megrendeli nekik, és majd eladja, és azt mondja, hogy figyelj, ennek a neve zene. Tehát ezek ilyen láthatatlan körök. Van-e veszélyeztetett korcsoport, és hogy mik a szélsőséges esetek? Olvastam már 80-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 80
Tehát, hogy nagyon, vagy ami volt felmérés, hogy ezek még most jönnek majd ki az adatai, kiskai, középiskai felmérések, illetve felső tagozatos felmérések, azokkal az a probléma, hogy magát a jelenséget nehéz eltalálni. Tehát, hogy milyen szavakat használják egy kérdőjében, ahol ugye nincs lehetőség a beszélgetésre vagy a visszakérdezésre. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ezek a kérdőívek nem tudják, ha van is egy felmérés, akkor ezek a kérdőívek nem tudják ezeket az új pszichoaktív szereket felmérni, hanem inkább csak a hagyományosakat. Tehát, hogy igazából nincsenek erre adatok. A tapasztalatok arra utalnak, hogy valóban egy nagyon, tehát hogy nem a 88, hanem inkább a 8 felé tolódik el, tehát hogy a nagyon fiatalok, tehát hogy ilyen 10-12 éves kortól kezdődik a használat, tehát mint felső tagozatban, középiskolában látjuk ezt. Ugye, Ferék is ugye olyan iskolákba mentek ki, ahol ez ilyen korosztály. Amikor Pécsen interjúztam a múltkori filmhez, akkor azt mondták, hogy azt tapasztalják, hogy az intravénás használók közül sokan átállnak szintetikus kanabisz fogyasztásra, mert azt mondják, hogy gyakorlatilag egészen hasonló hatást érnek el, és sokkal kevésbé macerás. És hogy így van egyfajta, akár lehet egy ilyen pozitív hatása is, és hogy ez igaz-e, vagy ez anekdotikus, vagy ez milyen szinten jelenik meg, illetve lehet-e tudni arról, hogy börtönökben például a masszív rivotril használat csökkene azáltal, hogy mondjuk több lesz a szintetikus THC illegális fogyasztása, vagy erről semmi információnk nincsen? Hát én erről nem tudok, tehát hogy szerintem inkább ezek ilyen anekdotikus beszámolók. Ugye a börtönökben mi a helyzet, Magyarország börtönöket nem tudom, mert nincsenek vizsgálatok, de hogy a külföldi börtönökben, például az angol börtönökben ez egy masszív jelenség, hogy szintetikus kanabinoidokra állnak át, tehát hogy pont azért, mert ezt a vizelettesztel nem lehet kimutatni ezekkel a gyors vizelettesztekkel, tehát ott egy masszív problémát jelent a szintetikus kanabinoidok jelenléte a börtönökben, tehát ez egy külön dolog, és külön foglalkoznak vele, mert annyira jellemző. Hát várható, hogy Magyarországon is ez a tendencia meg fog jelenni, tehát hogy a rivotril helyett ezt sokkal könnyebben be lehet hozni dohányként, vagy bármiként. Illetve anélkül, hogy lennének ezzel kapcsolatban kutatási eredmények, a józsefvárosi tapasztalatok, amik egyébként utcai munka során nem általunk megszerzett tapasztalatok, az, hogy a tűcsere program hiányában egyszerűen adekvát válasz volt áttérni valakinek mondjuk biofű használatra,
szintetikus fű használat, nem lejtem ki többet a számon, szintetikus fű használatára, vagy szintetikus kanabinoid használatra, amelyik nem gondolom, hogy cseppet is veszélytelenebb, vagy kisebb kockázattal járna. A hepatitis C fertőzésnek akkor egyébként nem, mert alapvetően már hepatitis C fertőzött a jelentős része a józsefvárosi injekciószer használóknak. Én nem gondolom, hogy egy jottányit is kisebb kockázata lenne annak, hogy valaki mondjuk szintetikus kanabinoidot szív egész nap, mint hogy szúr. De túl a fertőzésen, vagy a, tehát, hogy maga a szerhatás, és a szerhatás következében fellépő életforma változás az olyan nagy különbséget én nem sejtek mögé. Tehát, hogy tömegesen jelenik meg így a biofű, az mennyire alakította a drog fekete piacát, ami talán érdekes, egyrészt bűn megelőzési, de prevenció szempontból is érdekes. Teljesen. Igazából a mostanra a lefoglalási adatok alapján mért eredmény, azt mondta, hogy átléptük az 50%-ot, és most már több dizájnerszer foglalnak le, mint amit a klasszikus kábítószerekből. Tehát válaszol kérdés, hogy teljesen átalakította a kábítószer fekete piacot a dizájnerszer robbanás, és hát igazából egy másik szerhasználati vonalról beszélünk, tehát hogyha mondjuk 10 évvel ezelőttről néznénk vissza, hát valószínűleg ezt az issút nem tudnánk egyébként, hogy amúgy lesz egy ilyen szenárió, hogy akkor most lesz egy ilyen dizájnerszer robbanás, ez 2010-ben bekövetkezik, és a mai napig tart és tombol. Hol kevesebbet beszélünk róla, hol többet, de attól ez a dolog, ez tart a háttérben. És mondjuk a dílerezikát, és lehet, hogy hülyén hangzik így, de mennyire alapított át az, hogy nem nyírjuk ki a fogyasztót, vagy most már nem törődnek ezzel, mert Van egy-két felhasználó, aki beszámolt arról, hogy egyébként a dílerre próbált a különböző reagensekkel megnézni, hogy amúgy mit árul. Most az, hogy valaki barkács reagensekkel mit néz meg egy szerben, az Valamennyi információ van benne, hogy mondjuk megnézni az EKI-ben, hogy van-e benne MDMA, oké, nincs, csak mi van benne, azt viszont nem tudja megnézni. Tehát, hogy biztos vannak törekvések, meg előbb-utóbb azért a piac a visszajelzések alapján valamennyire reagál erre, tehát mondjuk a nagyon problémás szerek kikopnak, és mondjuk, mit tudom, mondjuk az MDPV például, nem gondolom, hogy most annyira jellemzően nagy robbanása lenne, de lehet, hogy holnap jön egy másik, tehát ezt nem tudhatjuk. Hát, ez a buli meghalt. Van-e még esetleg kérdése valakinek? Hogyha nincsen, akkor köszönjük szépen a rendkívül izgalmas sajtó érdeklődés is, hogy ilyen szép számban eljöttek a Kékpont Alapítvány és az ELTE ST-je különleges sajtóregélyére. Az e-mail címek alapján majd el fogja küldeni, kékpontos valaki el fogja küldeni akkor ezeket az infografikákat, hogy meglegyenek online, illetve digitális formátumban is, és akkor köszönjük szépen mindenkinek, nagyon kellemes napot kívánunk, viszontlátásra!